Téren Zoli menetet látott, tudta, hogy még tartozik. Elindult a barátjához, a szomszédban lakott Dani. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeim! Gordon Gábor vagyok, az Életmenet Alapítvány magyarországi vezetője. Tisztelettel köszöntöm Önöket az ENSZ Holokauszt Emléknapja alkalmából rendezendő megemlékezésünkön. Köszöntöm a túlélőket, a kormány, a diplomáciai testületek, az egyházak megjelent képviselőit, a legkülönbözőbb iskolák hallgatóit és minden kedves megjelent vendégünket. A mai megemlékezés helyszínét pedig az a videóklip, videóballada indokolja, amelyet ma itt Önöknek be szeretnék mutatni. Ez a dal Pajor Tamás zeneszerző költő barátom műve. Mielőtt átadnám a teret a vetítővászonnak, két nagyon fontos szereplőt, Rosenberg Dani két rendkívüli barátját muszáj megemlítenem. Az egyik Erdő Péter bíboros prímás, Esztergom budapesti érseke, a másik pedig Schweitzer József, nyugalmazott országos főadó. Ők elvállalták, hogy egy pár mondatban elmondják véleményüket, nem csak a klipről, hanem arról is, hogy ők mit gondolnak a két kisfiú barátságáról. Zoli és Dani története egy nagyszerű, igazi barátság története, olyan önfeláldozásé, amely példakép lehet sok mindenki számára. Ebben az egyszerre heroikus és magasztos történetben egy keresztény kisfiúnak, Zolinak, és egy zsidó kisfiúnak, Daninak a barátságát éneklik meg nagyszerű művészek. Harminc hétben mikor a hősünk, Dani még a gimibe járt. Nem sejtettem, milyen gyorsan jön majd el a változás. Gordon Gábor megkeresett, hogy van itt egy dal, meg kéne hallgatni. Pajor Tamás alkotott, hogy hallgassam meg, és gondolkodjak rá, hogy lehet ezzel valamit csinálni, hogy jó lenne erre valami képanyag megerősíteni a lennek. És meghallgattam, és egyedül voltam a szobámra, és elérzékeny voltam. És ez egy jel volt, hogy itt valami történik vele, hogy a végén még be fogom adni a teret, mert itt, mert nincs más. Csúfolták is sokan a srácok. Ma egy kegyetlen tragédiára emlékezünk. Egy nagy európai tragédiára, amelynek egy része, egy darabja a miénk, magyaroké. Emlékezni értünk, van bátorságunk emlékezni. Bátran szembe kell néznünk a történelemmel. Meg kell ismernünk, meg kell értenünk, és meg kell tanulnunk azt a leckét, amire tanít bennünket. גם על מנת לזכור, להזכיר וגם להתריע. לזכור, מפני שתוך זמן קצר לא יהיה מי שיספר, מי שיעיד על מה שקרה. להזכיר, כי עדיין ישנם כאלה בעולם ששכחו את צבאות השואה. לצערנו יש גם כאלה שאינם יודעים כלל מה קרה בימים האפלים של המין האנושי בין השנים 1933-1945 על אדמת אירופה. מירים ומאסירים לניש מויס דיבה וויס המובס ישראל הנושים ונושים ווויס ומוחויס אחים ואחויויס נאורים ונאורויס תינוי קויס ויאלקי שוליים שנהרגו ושנחנקו.